2020 áprilisi előrejelzés a kínai asztrológia szerint. Ez a hónap a kínai asztrológia szerint idén, 2020-ban a Yang-fém sárkány hónapja. Többokból is igen meghatározó hónap elé nézünk. A világban és az életünkben felmerülő nehézségek ellenére márciusban, a nyúlhavában jellemző volt ránk egyfajta könnyedség. Lazán tudtunk kapcsolódni emberekhez s ha még esetleg technikai eszközök segítségével is, de fokozott igényünk volt a társaságra, a baráti beszélgetésekre, még az olykor felszínes csacsogásokra is. Április merőben más energiákat tartogat. Az év egyik legmeghatározóbb hónapja vár ránk, hiszen ezt a hónapot is, az egész évet is alapjaiban meghatározó Yang fémelem uralja. Ebben az időszakban előfordulhat, hogy nehéz és kemény döntéseket kell meghoznunk, de ehhez meg is lesz a kellő akaraterőnk és kitartásunk. Fontos üzenete a hónapnak, hogy bármibe is kezdünk, vagy bármit csinálunk, a tisztességet és a becsületességet tartsuk szem előtt. Fontos lesz az igazság és az igazságosság minden élethelyzetben. Felelősségtudatunk felerősödik, döntéseink következményei hamar megmutatkoznak. Arra azért figyeljünk, hogy ne reagáljunk keményebben, mint ahogy az adott helyzet megkívánja. Bármekkora is a nyomás rajtunk, az élet nem háború, és mi nem katonák vagyunk. Olykor érdemes kompromisszumokat kötnünk, és kössünk is, de saját igényeinket is tartsuk szem előtt. Az egészségünkre érdemes fokozottan figyelmet fordítanunk. A fémelem miatt főként a tüdő és a légzőszervek érintettek. Ez csupán egy megerősítő jelzés, arra nézve, hogy a jelenlegi járványhelyzetet ne bagatelizáljuk el. Saját és mások egészsége érdekében is felelősség teljesen járjunk el. A fém érdekeltség abban is megmutatkozhat, hogy egyre többen próbálunk a kialakult helyzetre való tekintettel másoknak segítséget nyújtani. Legyen szó családtagjainkról, barátainkról, vagy bárkiről a környezetünkben, aki ezt igényli. Sokan fognak karitatív módon hozzájárulni, hogy az élet a körülményekhez képest megmaradjon a normális kerékvágásban. Ennek fényében a lehetőségeinkhez mérten segítsük a körülöttünk élő idős embereket, illetve amennyire tudjuk, támogassuk a kórházakban erejükön felül dolgozókat, sőt akár az állatmenhelyeket is. A lényeg, hogy a saját kapacitásunkhoz mérten tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a segítségnyújtás terén. Másik oldalról nézve, ebben az időszakban nem fog annyira távol állni tőlünk a lelassulás, a befelé figyelés, ami ebben a karantén helyzetben kimondottan jó hír még azok is képesek lesznek visszavenni a tempóból, akik egyébként folytonos pörgésben élik a mindennapjaikat. A nyúl hónapban még aktívabbak voltunk, nehezebben bírtuk a korlátozást, de most ez nem fog akkor a problémát jelenteni. Ezt a néhány hetet érdemes kihasználni és egy kis belső munkavégzésre fordítani. Gondoljuk végig, hogy mi változott meg radikálisan az életünkben. És vajon ezek a változások mit üzennek nekünk? Végezzünk egy lelki nagytakarítást. Merre szeretnénk menni a jövőben? Mit tudunk tenni jelenleg a céljaink eléréséért? Hogyan tudjuk az időnket produktívabban eltölteni? Ebben segítségünkre lesz egy kis plusz vízelem megjelenése, ami az évenergiáiban szintén dominánsan jelenik meg. Jobban pörögnek a gondolataink. Könnyebben ráérzünk majd saját belső igényeinkre, de másokéra szintén. Folyamatosan jelen lesz némi kettősség a hónap során, mert egyfelől jobban bírjuk a lelassulást, ugyanakkor másfelől a vízelem jelenléte mégis mozgásra késztethet. Ha ezt a mozgást megpróbáljuk tudatosan egy szellem irányba terelni, akkor nagyszerű terveket készíthetünk a jövőre nézve, és mire elérkezik az idő, amikor már újra szabadabban mozoghatunk, akkor sokkal koncentráltabban tudunk visszarendeződni a mindennapokba. Talán nem fogunk már ész nélkül rohanni. Rájövünk arra, hogy számos esetben cél tudunk érni anélkül is, hogy teljesen kizsigerelnénk önmagunkat. Lehet, hogy ezt az időszakot most nehezebben éljük meg, de hosszú távon profitálni fogunk belőle. Nagyon sok olyan felismerésben lesz, lehet részünk, aminek a tapasztalatai hosszú távon is elkísérnek minket. Összefoglalva, nehéz és sok szempontból próbára tevő időszakban vagyunk 2020 áprilisában a kínai asztrológia szerint. De megkapjuk a kellő bátorságot és kitartást ahhoz, hogy véghez vigyük a céljainkat. Sokszor érezhetjük, hogy csak magunkra számíthatunk, még sincs okunk az aggodalomra. El fogunk jutni oda, ahová szeretnénk. Lesz igényünk kicsit visszavonulni a világ zajától, és saját belső dolgainkra tudunk koncentrálni. Segítőkészek lehetünk másokkal szemben, így módon, ha szükséges, inkább kössünk kompromisszumokat, és hallgassunk az intuícióinkra. Vegyük észre a kis dolgokban is a szépséget, és a harmóniát, mert az univerzumban rend van. Amennyiben figyelünk ezekre a dolgokra, a többit az élet megoldja. Mindenkinek sok-sok pozitív megtapasztalást kívánok. A podcast szerzője, Liszkai Judit, kínai asztrológus. Ha érdekel a kínai asztrológia, akkor iratkozz fel YouTube csatornámra. Előadásaimról, könyveimről, a különféle istentiszteletekről, utazásokról és egyéb programokról a napvallas.hu oldal eseménynaptárjából tájékozódhatsz. További érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György, valamint az Igazságkereső című YouTube csatornámon. Vagy ellátogathatsz a napvallas.hu és a boldognapot.hu honlapjaimra is, amelyek saját Facebook oldallal is rendelkeznek. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!